Ez a háromfejű macska, de ez a túró Rudi szívű bádog ember is azon a kiállításon látható, amit szerda délután nyitottak meg a Munkácsi Mihály általános iskolában. A pályaorientációs tárlaton a Hangszíntér Művészeti Szakgimnázium diákjai mutatják be munkáikat, elsősorban a Munkács is fiataloknak. A két iskola múltja szorosan összefonódik, hiszen korábban a Munkács is diákok művészeti tanulmányaikat a Hangszíntérben folytathatták tovább emelt szinten. Ugyanaz oktatási rendszer azóta változott, de a művészeti nevelés azóta is folyamatos a Munkácsiban. A Hangszíntér Művészeti Szakgimnázium pedig azóta is kiemelt partnere az általános iskolának. Műértő és szerető közönséget szeretnénk nevelni. Nagyon fontos az érzelmi intelligencia, amihez a művészeti képzés jelentősen hozzájárul, és majd ezeket a gyerekeket adjuk át a Hangszíntér Művészeti Szakközépiskolának, a Tóthpartinak és a Gorziumnak. A Hangszíntér Művészeti Iskola, a Művészeti Szakgimnázium, az Bodajban található. Aki elít a diákokat és a Hangszíntér Művészeti Szakgimnáziumot, annak főigazgatója mutatta be. Mint mondta, háromfajta művészeti ágat lehet tanulni az iskolában, zenei, táncművészeti, illetve képzőművészeti irányba is folytathatják a diákok művészeti tanulmányaikat Bodajkon. Nagyon örülünk, hogyha a Munkács iskolából jönnek hozzánk diákok egyébként, mert ők már azért felkészültek. Hát valóban a Hangszíntér gyakorlatilag tehetséggondozásról szól minden művészeti ágban és minden szakon. Az a helyzet, hogy azok a diákok, akik a képzőművészeti szakra jelentkeznek, mindenki tanul rajzot. Tehát mindenkinek van a klasszikus rajzfestés, mintázás, tantárgya, mindenki tanul művészettörténetet, és hát természetesen attól függ, hogy milyen szakra jár, heti elég komoly óra számban tanulnak szakmai tantárgyakat. A mostani kiállítással a pályaválasztás előtt álló végzős diákokat és családjaikat szeretnék megszólítani a Munkácsiban. Az idén felvételiző diákoknak december elejéig kell eldönteniük, melyik középiskolában szeretnék majd folytatni tanulmányaikat.